A tamási Nagyboldogasszony katolikus templomban már csak a padsorok vannak a helyükön, amelyek majd a műemlék védelem szakembereinek jelenlétében bonthatóak el a felújítás idejére. Az 1700-as évek közepén létrejött barokk épület hamarosan kormányzati támogatásból újulhat meg. Gyakorlatilag tetőtől talpig mindenhol lesz valami munka végezve. Torony, sisak felújítása, javítás az igazából akkor derül ki, amikor fel tudnak menni majd oda a mesterek, és meg tudják bontani a burkolatot, hogy pontosan milyen munkára van szükség. A rekonstrukció során megújul a műemléknek számító templom villamos energiahálózata és padlózata is. Újra festik az épület belső falazatát, restaurálják a főoltárt és az oltárképeket, valamint a barokk orgonát is. Utóbbi költségét egy magánszemély adományából finanszírozzák, a miserend is változik majd. Az én nagy reményem, hogy jövő év Mikulásra már biztosan bent leszünk a templomban, és addig szertartásainkat az evangélikus templomban fogjuk tartani Kossuth téren. A szombati és hétfői szentmise ideje változatlanul 18 óra, míg vasárnaponként ezután 8 órakor tartják a római katolikus szentmisét Tamásiban.